Napjaink című közéleti magazinunkkal folytatjuk műsorunkat. Hamarosan jön a félévi bizonyítvány és a középiskolai felvételik időszaka. Hogy mindenre miként készülnek a Bolyi iskolában? Már is kiderül. A Bolyi Általános és Alapfokú Művészetiskola diákjai és pedagógusai kipihenten, erőtől duzzadva tértek vissza a téli szünetről. A nebulók hamarosan készhez vehetik félévi bizonyítványaikat, a gimnáziumba készülő 8. osztályosok pedig központi írásbeli felvételiket írnak. Újra lendületbe jött hát a Bolyi suli oktatási gépezete, mindenki végzi a ráeső feladatát. Mindenki feltöltődött a téli szünetben, ez nagyon jó időszak volt mindenki számára, gyereknek, felnőttnek egyaránt. És utána folytatódott a nagyon nehéz munka, mert január végén a bizonyítványosztásnál mindenki nagyon szép eredményeket szeretne látni. Ráadásul a 8. évfolyamnak a központi írásbeli lebeg a feje fölött, azoknál a tanulóknál, akiknél az iskolák, a középiskolák kérik a központi írásbeli eredményeit, azoknak ez a nemes feladat még ott van a szemük előtt. Erre is készülni kell, amennyire csak tőlük telik. Nem tudhatjuk, hogy egy-egy gyerekből mi lesz a jövőben. Meg kell nekik mutatnunk nagyon sok lehetőséget, itt a különböző tantárgyak szépségét is, motiválnunk kell, hogy egy-egy tantárgyat, ami nehezebben menjen, azt is megpróbálja elsajátítani, tanulni, mert ugye lehet, hogy most úgy gondoljuk, hogy humán egy gyerek, vagy a saját gyerekünkről is azt gondoljuk, hogy ő humán beállítottságú, de lehet, hogy egyszer kap egy szikrát, és egész más irányba megy el. Ehhez nekünk, az általános iskolának meg kell mutatnunk azt a színes palettát, amiből majd annak idején választhat. Ezért kínálunk olyan lehetőséget, hogy aki tehetséges valamiben, megmutathassa magát. Például történelemből, földrajzból, informatikából is lehetősége volt idén már a gyerekeknek versenyekre elmenni, és nagyon jól szerepeltek, országos helyezéseket értünk el. Természetesen a német, az angol, mint nyelvek ugyanúgy ott vannak, abból is nagyon szép eredmények születtek. A sportot, hát azt nem is említem, aki az iskola Facebook oldalát nézi, ott állandóan láthatja azokat a gyönyörű sport teljesítményeket, és szintén van lehetősége a gyerekeknek egyéb versenyekre is elmenni. A versenyeken túl szintén vannak programjaink, amiket az osztályok szerveznek, hogy lássák azt, hogy a gyerekek, hogy milyen egy színházi előadás. Rengeteg osztályszintű színházi előadáson vettek részt, Bóbitában az első, második, a többiek pedig elmentek mondjuk Pécsre, vagy ha Mohácson kínáltak valamit, oda is eljuthattak a gyerekeink. Jónak tartom azt a kezdeményezést, amit a tankerülettel együtt dolgozva valósítanak meg most itt az iskolákban, nem csak a mi iskolánkban, az ország iskoláiban a Lázár Elvin programot, röviden LEP-nek hívják, aminek a keretében a gyerekek eljuthatnak színházba. Mert a vidéki iskolák számára ahhoz, hogy Pécsre vagy Pestre elmenjenek a gyerekek, az úti költség, a színház egy együtt azért egy tetemes összeget jelent. Ez egy újabb kínálat, amiben segítséget tudunk adni mi is a szülőknek, hogy a gyerekek eljuthassanak ilyen helyekre is. A szülőkkel együttműködve rendszeresen értékelik a gyerekek munkáját a pedagógusok, visszajelzésre van szükség, hogy lássuk, hogy hogy haladnak. A felmérők eredményei azok is egy visszajelzés a szülők számára, meg egyáltalán a legnehezebb talán én azt gondolom, hogy a pedagógus a szülővel együtt felfedezze, hogy a gyerek miben tehetséges, hogy olyan iskolát válasszon majd továbbtanulásnál, ami számára a legfontosabb. Ebben próbálunk segíteni, hogy az ipartestületi kamarával közösen most már sokadik éve együttműködve a különböző vállalkozókhoz eljuthassanak a gyerekek. Hogy lássák azt, hogy akár egy-egy cégen belül mennyire sokféle szakma létezik, és ott milyen fajta iskolai végzettségre van szükség. Ha a legfontosabb területen tudunk nekik segíteni, akkor a jövőben felnőttként meg tudják állni a helyüket. Mindig azt azért végig kell gondolni, hogy mennyire kitartó a gyerekünk, a saját gyerekünk is. Ha azt látjuk, hogy esetleg kérdőjelek adódnak, hogy azért azt a gimnáziumot lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy még egy kicsit sok lesz, de jó lenne egy érettségit adó iskola,
akkor egy olyan szakmát keresni, ami esetleg a későbbiekben hasznosítható számára, plusz egy érettségit adó mondjuk szakgimnáziumba. Ha azt látjuk, hogy a gyerekünk nagyon elhatározott az irányban, hogy ő főiskolára, egyetemre megy, akkor gimnáziumba küldjük a gyereket. Mindenképpen ez egy fontos dolog lenne, hogy a megfelelőt válasszuk ki. Természetesen, ha tovább tanult a gyerek, és nem azt az iskolát választotta, mégsem ami számára a legjobb, vagy mégsem tetszik az iskola, lehet átjárni egyikből másikba. Ott azért az a 9. év akkor úgy alakult, ahogy. Én azt gondolom, hogy időben kell lépni. Időben kell akkor is változtatni. Én annak a híve vagyok, hogy minél több lábon álljon meg egy gyerek, mert nem tudhatjuk felnőttként a munkavilágában, mit fog tudni hasznosítani. Lehet, hogy valaki elvégzett 2-3 főiskolát, és mellette egy szakmával, amit úgy külön felnőtt fejjel tanult meg mondjuk OK-s képzés keretében, avval fog boldogulni, mert felnőttként jön rá, hogy számára az a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy mindig legyünk nyitottak, és a gyereket is arra neveljük, hogy nyitott legyen. Ne zárkózzon el az elől, hogy megismerjen egy-egy szakmát, mert nagyon sokszor mi felnőttek sem vagyunk tisztában, hogy egy-egy üzemben milyen munka zajlik, és ott milyen szaktudásra van szükség, és hogy milyen gépekkel dolgoznak. Azt gondoljuk, hogy például nagyon sok gyerek azt gondolta, hogy az informatikus foglalkozik egyáltalán ugye a számítógéppel, és nagyon sok gyerek informatikára jelentkezett informatikusnak. Miközben a CNC esztergályos ugyanúgy kell, hogy informatikai tudással rendelkezzen, és bizony nagyon jó nevű autógyárak és üzemek foglalkoztatnak ilyen szaktudású embereket. Tehát ezeket mind meg kell mutatnunk a gyerekeknek. A környék iskolái, ahova a gyerekeink szoktak menni, mindig visszajelzést küldenek számunkra, valamint személyesen is meg szoktuk kérdezni, hogy mi a véleményük, mi a tapasztalatuk, nem csak nekik, mint intézményvezetőknek, hanem a kollégáiknak is, milyen visszajelzéseik vannak a mi gyerekeinkről. Mindig azt mondták az elmúlt években is, hogy a tanulóink nagyon jól felkészítettek, és nagyon nagy tudással rendelkeznek, és kreatívak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszajelzés, nagyon jó bizonyítvány a számunkra, ezért tényleg mindent megteszünk. A pedagógusok is folyamatosan fejlesztik magukat, mert a mindennapokkal együtt való haladáshoz szükség van arra, hogy a pedagógus is folyamatosan fejleszte a tudását, és napra készen tartsa. Ezért vesznek ők is részt továbbképzéseken, hogy ezt a tudást, amit ott megszereznek, és birtokukba kerül, ezt hasznosítani tudják a mindennapokban a mai gyerekeknél is. Mert most megint másképp kell egy gyerekhez hozzányúlni, mondjuk kellett, mint ahogy mondjuk 30 évvel kellett. Mindig jó, ha egy fiatal érkezik az iskolába, akár egyetemistaként a gyakorlatát tölti itt, mert hoz olyan módszereket, amit esetleg az egyetemen ő tanult egy-két alkalommal, és megmutatja nekünk, vagy ha egy új kolléga érkezik, ő is hozhat újdonságokat, és ez nagyon jó, mert tőle is tanulhatunk, ő is tanul tőlünk, és mi is kapunk a fiataloktól. Nagyon jól megállták a helyüket, nagyon lelkesek, nagyon akarnak, és bizonyítani szeretnének. Mindig nagy örömmel fogadjuk a külföldről érkezőket is. Tavasszal megint érkezik két külföldi egyetemista hozzánk, akik a Nürnbergi Egyetemről a gyakorlatukat itt fogják tölteni márciusban. Fognak ők hozzánk érkezni, 3 hét gyakorlati időt fognak eltölteni. Az előző csapat az ősszel volt itt. Nagyon-nagyon vérfrissítő hatásúak voltak ők és a kollégák számára. Én azt gondolom, szükség van erre. Szükség van a kapcsolattartásra más iskolák pedagógusaival, a napi szintű kapcsolatra, onnan is lehet tanulni, de a fiataloktól is. Év elején, amikor összeállítjuk a munkatervet, és a nevelőtestület elfogadja, akkor már mindig meg szoktuk állapítani, mennyi mindent beterveztünk. Na most annak a duplája szokott összejönni év végére, de amiről beszélnünk kell, és nagyon fontos, azok természetesen a projektek, amik visszavannak. Hát előttünk áll a gyerekek nagy rendezvénye, amit nagyon szeretnek, a diák önkormányzat rendezvénye, a Farsang. Az busójárást megelőző pénteken lesz,
úgyhogy az egy nagyon fontos esemény a diákok számára is. Ilyenkor egy kicsikét vidámabban telnek az időszakok. Természetesen lesznek kirándulások, nagyon nagy kirándulások a határtalanulban. Ugyanúgy benne vagyunk, ugyanúgy pályáztunk. A hetedik évfolyamot érintő program, a lengyel út szintén előttünk áll. Ezek csak ilyen kiemelt nagy-nagy programjaink. De készülünk versenyekre, már most készülünk versenyekre, németre, angolra, német matematika versenyre, ahova jön majd szintén a professzor Németországból, aki segít a tanulóinknak egy picikét a német matematika megoldásában, tanácsokat ad, rengeteg feladat áll még előttünk. A tanév feléhez közeledve kijelenthetjük, hogy igen tartalmas időszakon van túl a Bolyi iskola. Jó ötletekben, lelkes és kreatív tanárokban tanulni és fejlődni kezd gyermekekben, nincs itt hiány. Csak így tovább, kitartóan a folytatásban is. A Sátorhelyi Néptánc Együttes számára is nagyon fontos az utánpótlás. Két korosztályban, szerdai napokon folyik a gyerekek oktatása, amelyre a környező településekről is érkeznek a kis táncosok. 2016. szeptembere óta Vasnépap Viktória kezében van a sátorhelyi gyermektáncoktatás. A rutinos, kiváló pedagógia érzéken megáldott szakember minden héten egyszeri alkalommal foglalkozik a gyerekekkel. Játékos módszerrel tanítja számukra a ritmikát és a lépés kombinációkat. Lényeg a csoportos, közös munkában, együtt kell érezniük és megtanulniuk ennek lényegét. Frank István, a Sátorhelyi Néptánc Együttes elnöke persze elégedett a minőségi utánpótlás nevelő munkával. Az egyesület olyan 3 éves lehetett, amikor először felmerült az, hogy mi lesz majd utánunk. Csak nyilván ugye az nagyon gyerekcipőben járt még akkor itt ez az egész néptáncosdi, és kerestük azokat a megfelelő formákat, hogy ez hogy működhet majd jól. Kezdetben arra gondoltunk, hogy ha sok gyereket táboroztatunk, akkor ennek majd lesz valamilyen hozadéka az egyesület számára. Aztán ugye 10 éven keresztül csináltuk ezeket a néptánctáborokat, és akkor úgy adódott, hogy nem annyi gyerek táncolt itt, mint amennyit gondoltunk, és hát váltani kellett. És most azóta megpróbáljuk egyesületi szinten, az egyesület kereteibe bevonva kezelni. Sokat jelent az, hogy ki a néptánc oktató, hogy milyen hozzáállása mondjuk ez a kérdéshez is? Hát természetes, fontos az, hogy itt elsősorban gyerekekhez kell érteni, játékos formában kell nekik először megszerettetni tulajdonképpen velük a néptáncot, és akkor ők majd megszeretik, és itt maradnak a köreinkben, remélhetőleg. Természetesen a vezetésnek is olyan hozzáállást kellett tanúsítani, akár a szülők felé is, hogy szívesen hozzák ide a gyermekeiket. Meg kellett teremteni egy olyan közeget, ami befogadókész. Igen. Amikor ez először felmerült, ez 2016 volt, hogy egy utánpótlás csoport induljon meg az egyesület keretein belül. Nyilván toborozni kellett embereket. Nyilván át kellett gondolni az egyesületnek a működését is, nyilván meg kellett keresni azokat a személyeket, akik az egyesületből még be tudnak szállni a gyerekeknek inkább úgy fogalmazom, hogy a néptáncoktató mellé segítőnek. Megszerveztük a vidékieknek, illetve mohácsiaknak az ideutaztatását, ugye van egy ilyen kis 9 személyes kis buszunk, tehát az egyesület saját költségén hordja, próbára is viszi haza a gyerekeket, hogy minél többen legyenek itt. Ez nem kevés munka volt. Hol tart most gyakorlatilag ez a projekt? Hány gyermek jár népi táncra Sátorhelyen? Hát olyan összességében 40 ember, ugye két csoportra vannak ők most osztva. A legkisebbek jönnek most 5 órától 6 óráig, 6 órától most már 8 óráig a nagyobbak. Pontosan nem tudom megmondani, összességében ez 40 embert jelent itt a térségből. Volt ez jóval több, volt ez kevesebb is. Most annak örülünk, hogy most néhány éve ez a létszám így beállt, és mert hogy egyébként fontos az, hogy
hogy ugyanazoknak a személyeknek ugye, hát végig kell csinálni a korosztályokat, és úgy lesz majd belőlük táncos. Többször itt vagytok természetesen ti is az oktatáson, és hát látod a tehetségeket. Sokukban látod az igazi néptáncost? Már lehet látni azért a kiforrott mozdulatokat? Lehet látni az akaratot, igen, lehet látni egyébként a mozdulatokat is. Többen egyébként már alkalomszerűen, korábban alkalomszerűen, de most már rendszeresen is a felnőttek próbájára is eljönnek, és megpróbáljuk őket így fokozatosan beépíteni a felnőtt csoportba is. Ezek szerint van jövője a népi táncnak sátorhelyen? Szeretnénk, ha lenne jövője, azért csináljuk. Mondhatjuk, hogy Sátorhely idilli az ilyen jellegű munkához? Azért nagyon jó helyszín. Egyrészt nagyon jó közösség fogadott bennünket, és nagyon nagy örömmel jöttünk, úgyhogy a gyerekeinket is tudtuk hozni már a felnőtt csoport próbáira. És úgy gondolom, hogy ez óriási erőssége ennek a csoportnak. Tényleg egy idilli helyszín, nagyon jók a körülmények, és igazi gyűjtő csoportként funkcionál, hiszen a környező településekről is érkeznek, most már egyre távolabbi helyekről hozzák a szülők is el a gyermekeiket, meg hát a felnőtt csoport tagjai is több településről jönnek át. Az ingerküszöb megtalálás az egyik legfontosabb a piciknél, hogy egyáltalán érdekelje őket a néptánc. Igen, szerencsére azért úgy tűnik, hogy ezek a társas játékok, népi játékok, amelyekkel azért elkezdjük a legkisebbek oktatását, ezek működnek. Tehát a fogócska, a párválasztó, a kapuzó, a különböző szabályok ismerete és betartásával működő feladatok, azért játékok ezek tetszenek, és egyre több táncos elemet igyekszem ebbe belecsempészni, de nagyon jók a népi játékok ilyen szintű fejlesztésre is, hogy játékos formában ismerkednek meg a társas érintkezés, a közösségben való szerepvállalásnak a lehetőségeivel, és tényleg észrevétlenül alakul egy kis közösségi, és figyelnek egymásra is, éppen a mozgás tanulása révén. Hogy tudod őket munka közben ösztönözni? Gyakorlatilag mennyi az időintervallum, amíg ők leköthetőek? Hát kisebb intervallumokba, tehát játékkal gyakorlatilag bármeddig, de hogy munka tekintetében azért ilyen 10 perc, negyed órás kisebb etapokban lehet velük sok-sok ismétléssel elérni azt, amit célul tűzök ki. Előbb-utóbb színpad éretnek kell lenni. Mennyi idő ez körülbelül? Hát a színpad érettség változó azért egyénenként is, de talán egy kisiskolás korban, tehát ilyen első-másodikos korban érik már meg úgy a színpad létet, hogy a színpadon való létet, hogy már tudják is, hogy mi történik velük. Viszont nagyon fontosnak tartom, hogyha lehetőség van, de minél hamarabb kerüljenek, mert hogy majd a későbbi felnőttként én is azt tapasztalom, hogy sokkal nagyobb magabiztosságot ad, például az, hogy az ember közönség előtt is meg tud jelenni, fellép, odafigyel a mozgására, tehát hogy ebben profitálni fognak akkor is, hogyha éppen nem a tánc mellett kötnek ki, de ügyes vőlegények, mennyasszonyok lesznek, az biztos. Ennyire jellemző kép az, hogy mondjuk jönnek a szülők, és hát tudjuk, hogy Sátorhelyen régóta van népi tánc, és mondjuk ők táncoltak korábban, így hát szívesebben is hozzák a gyermeket. Igen, azért ebbe így belenőnek, és szerencsére a felnőtt táncjutás tagjai között nagyon sok a több generációs táncos család, úgyhogy akarva akaratlanul itt eljátszódoznak a gyerekek a felnőtt próba alatt, és így belenőnek, hallják ezt a zenét, egy természetes közegükké válik. Színes folklór közegben élünk itt Baranyában, főleg itt a déli végeken, vannak itt horvátok, németek, romák és magyarok is. Ti milyen jellegű táncokat tanítotok a gyerekeknek? Elsősorban magyar néptáncot, illetve azért előfordul a felnőttek esetében román, cigánytáncok is akár, de elsősorban a Kárpát-medence magyar néphagyományának a tanítása, átadása a célkitűzésünk. Szép jövője lehet a sátorhelyi néptáncoktatásnak és egyáltalán a tánc jelenlétén? Mindenképpen izgalmas feladat az, hogy tényleg ilyen 4 éves kortól gyakorlatilag 60-65 éves korig találkozunk táncosokkal,
és igazából megélni ezt nagyon jó, meg benne lenni, hogy létezik egy ilyen közeg, és azért van kifutási lehetősége itt a gyerekek révén, és a gyerekek is látják azt, hogy van közvetlen kapcsolódási pont, hogy a felnőttes csoportba be lehet kapcsolódni, és számunkra meg az kihívás, hogy olyan feladatokat találjunk ki számukra, olyan koreográfiákat, amelyekben esetleg együtt is fel tudnak lépni több korosztály. Hazanar Ildikó gyermekével jött le a néptánc oktatása, pontosan hány éve? Második éve vagyunk itt, és a Vandám az nagyon szeret táncolni, nagyon szeret ide járni ebbe az egyesületbe. A szülőknek is egy felüdülés, meg tudjuk beszélni a heti dolgainkat, problémáinkat, és a gyerekeknek is egy kikapcsolódás az iskolából. Jó kis közösség alakul itt ki. Igen, fantasztikus itt lenni, igen. Nekünk is, meg természetesen a gyerekeknek. Ebben az időintervallumban, mióta itt vagytok, te folyamatában követed a fejlődésüket. Sokat fejlődtek a kezdetektől fogva? Sokat, és ez a tanulmányi eredményen is látszik az iskolában, mivel a Vandál most első osztályos, és látszik rajta, hogy gyorsabb a gyerek, hogy jobban tud is már figyelni, ezt én veszem észre otthon, mint a szülő. Hát az iskolában még erről nem beszéltem a tanárnővel, de van benne javulás. Az ügyességét is örökölte, úgy tudom, te magad is népi táncoltál. Valamikor régen, még annak idején Nagynyarádon, még a Nyúl Magdi nénivel kezdtük, kis gyerek voltam, és a Vandám az én ruhámat is megörökölte, úgyhogy öltöztetem, átviszem Nagynyarádra is, és Sátorhelyre is. Tehát ez nagy öröm a család, vagy igen, a gyermek igen, folytatja igen, az örökséget. Igen. Hát nagyon remélem, hogy továbbra is fog táncolni, mert benne van a ritmus a gyerekbe. Szemmel láthatóan az elmúlt években összeszoktak a gyerekek egymással és a néptánc tanárukkal. Az utánpótlás nevelés jó kezekben van. Lesz kivel majd feltölteni pár év múlva a felnőtt tánccsoportot is. A Szaj kifogadja el alapítvány tavalyi éve többféle szempontból is sikeres volt. Mindenről a szakmai vezetőtől, Gál Enikőtől tudhatunk meg még többet. '91 óta működik a Szaj kifogadja el alapítvány, amely itt Dél-Baranyában az enyhe és közepesen súlyos értelmi fogyatékos fiatalok mencsvára. Napközi otthonukat 95 óta működtetik, kis létszámmal, de annál hatékonyabb szakmai munkával. Feladatuk a személyiségfejlesztés, a fizikai teherbírás erősítése, a szabadidő hasznos eltöltése és a napközisek itt tartózkodása alatt a családias légkör biztosítása. Konkrét célokkal érkeztem. Nagyon átgondoltam, megpróbáltam a fejemben összerakni a gondolatokat, hogy mit szeretnék elérni. Az intézményt már évek óta ismertem, tehát nem váratlan elképzelésekkel jöttem, hanem konkrét célokkal, és én azt gondolom, hogy a 6 év az nagyon tartalmas, nagyon sok irányból, tehát összetett eredményeket mutat. Gondozottak a napközi otthonnak a működését illetően, tehát unblock. Én azt gondolom, hogy sikeres 6 évet mondhatok magam mögött. Beérkeznek a fiataljaink reggel, én őket figyelem, folyamatosan együtt lélegzünk, szinte azt lehet mondani, és amikor úgy látom, hogy na, mit lehet velük majd megoldanom, én úgy tervezem a napomat. Folyamatos fejlesztés megy. Tehát
egy étkezés során, egy fogmosás kapcsán, egy takarítás, egy vers tanulás, egy ének elsajátítása kapcsán folyamatos fejlesztés megy. Hogy ejtse ki a szavakat, hogy fogja meg azt a takarítóeszközt, hogy töltse magának teát vagy vizet a kancsóból. Ezek mind-mind fejlesztési mozzanatok. Én amikor ide érkeztem, ismertem már őket, de ugye a belső énjüket azért itt nap mint nap tudjuk megismerni, és hát nagyon színes. Folyamatosan azt sugallják kifelé, hogy ők feltétel nélkül szeretnek. Ez egy fantasztikus dolog. Nagyon sokat tanulhatunk tőlük. Ezt a feltétel nélküli szeretetet, ezt ugye sokszor mondogatjuk, hogy hát van ilyen, meg... De az ő környezetükben ez valóban így működik. Természetesen az ő hangulatukat is befolyásolja, még csak egy időjárás változás is. Sőt, mondhatom azt, hogy intenzíven befolyásolja, de az egymás iránti harag is másképp nyilvánul meg. A világ felé tanúsított dac is másképp nyilvánul meg, mint mondjuk egy átlagemberben. Én azt tűztem ki célul, hogy minél inkább bevezetni őket a mindennapi élet, természetes mindennapi élet világába. Tehát itt, amióta én itt dolgozom, nekem az a célom, hogy nem úgy kezelni őket, mint mondjuk egy értelmi sérült embert, hanem mindinkább törekedni arra, hogy az átlagember világába bevinni. Ez egy nagyon nagy munka. Őrült nagy türelmet igényel, mert ugye mi a terítést vagy egy takarítást pillanatok alatt meg tudnánk oldani. De mi ezt tudatosan nem szeretnénk. Azt kivárni, hogy ő ezt meg tudja csinálni valamilyen szinten, és utána korrigálom én, az egy hatalmas munka. Ez a 6 év elvitt bennünket odáig, hogy ők jó érzéssel élik meg a mindennapjaikat, de még hiányzik egy pont, a lakatás. Tehát idősödünk, egyre inkább azt látom, hogy a gondozotti közegben, ugye van 54 éves korú gondozottunk. Tehát emögött a szülői háttér kifárad, ezt is fel kell tudnunk vállalni, tehát nekünk a jövő az mindenképpen abba az irányba lenne jó, ha meg tudna oldódni, hogy a lakhatásukat megoldjuk. Soha nem zárkózzunk el attól, hogy mi másoktól tanuljunk. Legyen ez bármely civil szervezet, akár társintézmény, akár más jellegű intézmények, tehát a nyugdíjas sok irányába, a különböző nemzetiségi egyesületek irányába is annyira nyitottan mozdulunk el, hogy én is ezt nagyon-nagyon példaértékűnek tartom, ezt nagyon jól sikerült bevinni az életünkbe, nagyon jó kapcsolataink vannak, és most ebben az évben, tehát 2019-ben próbálkoztunk az önkéntesség, az önkéntesek csoportja felé egy nagyobb intenzitással nyitni, és el kell, hogy mondjam, nagyon, nagyon jó érzéssel éltem meg az adventi időszakban, hogy több önkéntes is felajánlotta, hogy együtt munkálkodik velünk. Ugye köztudott, hogy a mi intézményünkben, mivel kis intézmény vagyunk, az adventünk is egy nagyon zsúfolt programokkal teli időszak. Nagyon sok terméket készítünk ebben az időszakban is, és nagyon nagy szükségünk volt az önkénteseknek a segítségére,
és jól éltük meg, hogy nyitottak voltak felénk a településről is, de más településről is, konkrétan Tötösről érkezett hozzánk önkéntes, aki heteken keresztül két napot itt töltött. Itt töltött velünk, gondozottjainkkal együtt munkálkodtunk, nem zárkózott el tőlük, és ezért mondom azt, hogy milyen jó, hogy ez a 6 év így telt. Mert a gondozottak is változtak. Nincs az, hogy beül a sarokba és csak ül, hanem nyitott, mosolyog, és el tudja fogadni a kintről érkező, úgymond idegent, és bátran együtt tud vele munkálkodni, nem zavarja meg a helyzet, a kis személyiségét, és az önkéntes is elfogadja ilyen módon, mert sokkal könnyebb helyzetben van. Ők szinte figyelik egy jótékonysági rendezvénykor, hogy kik jönnek hozzánk, fognak jönni, és amikor vége van a rendezvénynek, nincs olyan alkalom, hogy el ne mondják, hogy ugye milyen sokan voltak, ugye, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan voltak, tehát érzi, egy értelmileg sérült ember is érzi, hogy vele együtt vannak, jönnek hozzánk. Ezt nagyon szeretném, hogyha ez még sokáig így működne, még jobban működne, mert nagyon sok örömet tudunk ezzel szerezni a gondozottjaimnak. Én úgy érzem, hogy a gondozottjaim szüleivel, családjával jó kapcsolatot ápolunk. Kollégáim szintén mögöttem vannak. Tehát próbálják azt az elképzelést elfogadni, tenni, amit én, mint célt kitűztem. Az évek során ez csak mélyült, a családokkal a kapcsolatom nyitott, bármiben fordulhatnak hozzám, de én is úgy érzem, hogy mindenben számíthatok rájuk. Pozitív a jövőkép? Én teljes mértékben, amúgy is olyan egyéniség vagyok, hogy a sok-sok nehézség ellenére soha nem tudnám feladni. Tehát ha valaki engem ismer, az tudja, hogy nincs lehetetlen. Ha nehéz is, ha nem is biztos, hogy 100%-ban úgy fog sikerülni, de meg fogjuk oldani. Én úgy gondolom, ezt a munkát nem is lehet másképp. Türelem és igen, a célt optimistán. Szívet melengető érzése a Fogadj el alapítvány napközéjének falai közé belépni. Az itt lévő milliót kicsit irigyelhetjük is, hisz folyamatos harmónia jellemzi, ami nem biztos, hogy adott saját életünkben. Ez kiváló visszacsatolása az itt folyó szakmai munkának, melyhez a 2020-as esztendőre is kitartást és szép sikereket kívánunk. Maháti Bélához, a Bonafar mezőgazdaság vezérigazgató helyetteséhez látogatunk el műsorunk folytatásában. A kiváló agrármenedzser a cégcsoportról és a BOI eredményekről is megosztja velünk gondolatait. Látogatóba érkeztünk Maháti Bélához, a Bonafar mezőgazdaság vezérigazgató helyetteséhez. 2007 óta van irányító feladatkörben BOI-ban, ezt megelőzően már 5 évet töltöttek el vezetői funkcióban Dalmandon, Ádám János vezérigazgatóval tandemben. Górcső alatt a tavalyi év eredményei, az idei év elképzelései és a Bonafar mezőgazdaság brandépítése. Bonafar mezőgazdaság lassan kezd ismertté válni az országba ez a név, és talán egy rövid idő után eljutunk oda, hogy tényleg azt mondhatjuk, hogy ez, hogy Bonafarm lassan, mint egy termék brandé válik. Úgy gondolom, hogy ennek elkezdtük ennek az útját, még nem értük el, tehát még messze nem az, mint a Bonafarmon belül mondjuk egy PIK, mint tényleg egy ország egyik legjelentősebb és legismertebb brandje, de ott vagyunk, hogy kezd a Bonafarm is egy ismert mezőgazdasági csoport lenni, és a nevét is egyre többen az átlagember is megismeri.
úgy gondolom, hogy megtettünk az elmúlt 10 évben, mert durván 10 éves ez a Bonafar, mióta így ez így megalakult. Megtettünk sokat azért, hogy ez a rólunk kialakult ismeretek alapján tényleg elfogadjanak bennünket, és ne úgy gondoljanak ránk, mint na egy monstrum valami, ami kihasználja a környezetét. Nem erről van szó. Tehát egy olyan névről és csoportról van szó, amelyik tényleg együtt akar élni, és most ez nem nagy szó, de tényleg együtt akar élni a környezetével, itt a humán környezetet is beleértem, tehát most Bolyba vagyunk, akkor itt a Bolynak, a kisvároskának a környezetével, és semmiféle olyan jellegünk nincs, hogy erre itt rátelepülnénk mi erre a környezetre. Tehát úgy gondolom, hogy kezd kialakulni rólunk, így, hogy Bonafarm, egy olyan vélemény is, hogy talán ez a csoport tényleg jó úton halad. Van a Bonafarm csoport, ehhez tartozik a Bonafarm mezőgazdaság, és tartozik a Bonafarm élelmiszer ipari rész. Tehát a Bonafarm élelmiszeripari rész, kezdem azzal, ami nem hozzám tartozik, tehát a közismertek, tehát a nagyokat említve a PIK, a Szólemízó, tehát ezek a régi nagy élelmiszeripari cégeink. Ugye ide tartozik valamilyen szinten a nem olyan rég 2017-ben induló Mohácsi Vágóhíd, és relatíve újként, tehát 19-ben már megvolt egy szentesi központtal meglévő Baromfi cég, a Hungerit, és ide tartozik, amit a szomszédban van Villányban, a borászat. Tehát ez tartozik nagyjából az élelmiszeripari. Nyilván ez alatt vannak különböző kisebb és akár külföldön elhelyezkedő kisebb cégek, de ez a törzse. A Bonafarm mezőgazdaság, tehát itt alapvetően az alapcégei, ami indulástól kezdve megvolt, illetve az induláskor a Dalmand, majd a Boly ZRT, és akkor ugye ehhez csatlakozott egy sertéses cég, a Fiorács Kft., amelyik Ács központtal szerepel, illetve működik, és egy relatíve újabb 2017-ben egy pápai agroprodukt cég. Ezek az alapvető mezőgazdasági részek, és akkor van egy takarmánygyártó cégünk, a Bábolna Takarmány, ez körülbelül 2010 óta van tartozik itt ebbe a csoportba. Tehát, és szintén ezen belül több kisebb Kft., ami csatlakozik ezekhez az előbb említett cégekhez. Tehát körülbelül ez adja a Bonafarm mezőgazdaságot. Tehát a kettő együtt pedig a Bonafarm csoportot. Bonafarm mezőgazdaság árbevételének körülbelül 60%-át, vagy több mint 60%-át a sertés produkálja, és nagyon meghatározta az elmúlt években. Hát volt egy olyan 5 évünk, ami nem a legsikeresebb időszak a sertés tekintetében, és hát nem értünk el olyan eredményeket, mint amit azért szerettünk volna. Na most 2019 végre egy olyan év volt, amikor ez robbant, hát most nyilván egy sajátos probléma miatt, a sertésbesés miatt megugrott a sertésnek az ára. Tehát avval, hogy Kínában nagy részt, illetve egy nagy területen kivágták a sertésállományt, akkor a felvásárlási erő jött érte, hogy az európai sertésárak is az egekbe szöktek.
hál' Istennek ennek mi is éreztünk az ár számunkra, mint termelőknek az ár kellemes oldalát, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a mezőgazdaság a sertés miatt, elsősorban a sertés miatt messze az eddigi legjobb eredményét tudta produkálni 2019-ben. Nagyon szép eredményeket értünk el a szarvasmarha tej kapcsán, tehát ami itt van, illetve Boly közelében, tehát a Boly Zrt-hez tartozó szarvasmarhával. Gyakorlatilag itt is rekordot döntöttünk úgy a hozam, úgy az eredmény terén az ágazatba. Ezt el is mondom, mert tényleg szép, tehát 1-2 kilóval maradt el a 12.000 kiló per tehén hozamtól az ágazat, tehát ekkora 3000-es teleptől ilyen tejhozammal, ez gyakorlatilag már amerikai számoknak számít. Tehát nagyon szép eredményt értek el, és ráadásul úgy, hogy az önköltségen is javítani tudtak, tehát alacsonyabb önköltséggel állították elő ezt, mint az előző években. Tehát a szarvasmarha is jó produkált a sertés mellett, és még egy ágazatunk, ami az átlagosnál szintén jobb volt, ez pedig a vetőmag, és a vetőmag, illetve a vetőmag üzemi tevékenység. Itt is elsősorban nem a saját megtermelt vetőmagjainknak a kikészítése és értékesítése, hanem a vállalt külső munkáknak az elvégzése az, ami az eredményt produkálta. Tehát a másod megtermelt vetőmagok, legyen ez hibrid kukorica, repce, napraforgó, kalászosnak a feldolgozása, kikészítése. Tehát eljutottunk oda, hogy igenis újból elismerté vált a Bói vetőmagüzem. Több audittal rendelkezik, tehát itt a nemzetközi cégek is elismerik, elfogadják auditjainkat, és hozzák ide termékeiket feldolgozni. Mindenképpen egy sikeres dolog volt. A csoport életében most idén ez a vetőmag. Az előző évek áraihoz képest mindenképp még egy magasabb árat várunk sertést élen, tehát a sertés az még mindig meghatározó lesz, és úgy gondolom, hogy pozitívan meghatározó lesz ebbe az évben. A többi ágazatban a szarvasmarha, hogyha nagyon és nem látszik, hogy nagyon változna az ár, ott tényleg javulást, meg még mindig emelkedést várunk, szintén pozitív a elvárásaink, akár az idejétől is jobb eredményt még várhatunk. A vetőmagüzem, hogyha körülbelül hozza azt a szintet, amit, vagy a vetőmagágazatunk, amit produkáltunk még, ez is teljesen elvárható és valószínűsíthető is. Növénytermesztés, arról nem beszéltem idén, nem egy közepes éve volt a 19, attól egy pici javulást várnánk 2020-ra, tehát összességében egy szép eredményt terveztünk 2020-ra is. Tehát én mindenképp azt várnám, hogy tehát egy jelentősen pozitív eredménye legyen gyakorlatilag minden egyes ágazatunknak. Móróc Sándor, mohácsi helytörténész újabb igényes, multidéző kiállítással lepte meg a nagy közönséget. Egykori busókról és leventékről mutatunk meg most sok-sok fotót.
A mohácsi busójárás történetét és az egykori helyi Levente mozgalmat bemutató kiállítást rendezett Móródh Sándor Podmanicki-díjas helytörténész. A mohácsújvárosi korábbi népboltban berendezett fotótálat egy kortörténet, amely hülyen adja vissza a busok vonulásának krónikáját és a leventék mohácsi mindennapjait korhű dokumentumokkal és fotókkal illusztrálva. Igazi kincsek ezek, melyeket becserkelni sem volt könnyű feladat Móródh Sándor részéről. Mohács busójárásról, a háború időszakból mutatok be egy pár képet, ugye ez egy töredék, mert kicsi a helység, de nagyon értékes képek, mert ezeket a képeket, mind ahogy lehet látni, állatarcok vannak rajta, saját faragású busófejek, amelyek busó állarcok, amelyeket saját maguknak készítettek is el, és saját maguk is úgy ütözködtek be, ahogy a sokadság ezt annak idején kivitelezte. Innentől kezdve nagy marhaszarvak is vannak, ugye, most nem látunk ilyesmiket, és általában kecskeszarv és birka szarvak vannak fent. Majdnem azt lehet mondani, hogy sablonos. Minden esetre meg lehet nézni azokat a régi típusú állarcokat, amelyek itt meg vannak, azaz fel vannak téve a képe. Valamikor teljesen más volt a szerkezeti öltözködési mód is, és ez családiasabb volt abban az időszakban. Beöltözködtek a hölgyek is, és akkor a hölgyek is zenekarral, cigány zenekarral mindegyik egy kis villogást tett bele az életmódjukban. A II. Világháború előtt itt is kellett szervezni, és a polgármesteri hivatalba ugye bilétákat osztottak ki, és viselni kellett mindenkinek, mert minősítette egy bizottság az állarcoknak a faragását, a beöltözködését, és akkor is voltak ilyen rivális dolgok, hogy pénzjutalmat is kaptak, amelyiknek az első helyet, első két-három helyet megkapták. Akkor, hogyha 100-an beöltözködtek, már nagy szó volt, itt jelen pillanatban már 1400-ról beszélgetnek a busójárással kapcsolatban. Ez azért az előbb említettem, hogy családias volt, mert ezek megadják a saját módjuk szerint, birkavágások vannak, stb. És akkor ez egy külön szórakozás. Lehet látni a szörméken is, hogy nem úgy vannak kidolgozva, mint most, hanem egyszerűen naturan lehetett használni, és ahhoz viszonyítva ugye bocskorba jártak szintén, mind ahogy most is. Kisfarsankor a csütörtöki napon általában a diákok szoktak szórakozni, mint ahogy most is, és akkor ez egy egynapos volt, vagy szombat-vasárnap, de a vasárnap volt a jellemző, és a keddi napot ugye a farsang temetés. A mohácsiaknak jelen pillanatban is az az igazi élmény. Kalkán Jánost megemlíteném, aki az első népművészünk volt, ugye, és az ő faragása és a rengeteg gyerek tanítása által a mostaniak őtől tanultak. Nagyon régóta gyűjtöm már a városról akármilyen képet, vagy akármilyen jelvényt, vagy akármilyen kitüntetést. Itt rengeteg van számomra. A sokac körrészéről is, ugye, mert hát a könyvet, amikor megírtunk, rengeteg anyagot után kellett kutatni, hogy nehogy blöffet írjunk le, hanem azért egy kicsikét eredetibb legyen, és a másik dolog, hogy honnan szerezte az ember ezeket a képeket. Családoktól kaptam, de vettem vásárba fényképeket, és ezek így kerültek a birtokomba. A kiállítás tematikáját tekintve másik részéből a Levente mozgalmat ismerhetjük meg, szintén rengeteg fotóval. Első és második világháború között vagyunk, felüti fejét a Levente mozgalom. Mit kell tudni mindenről? Honnan datálható mindez? Hát ez a Levente oktatási dolog, azaz a Leventének az alakulása, ez már a 20-as évek után indul el Mohácson, és vannak olyan vezetők, olyan vezérek, amelyek a Levente oktatást és a szervezését készítik elő. Ugye ez a Horthy rendszernek a nyúlványa. Ugye amikor a cserkészek és a leventék is, meg a cserkészek a vízre datálódtak, ezek pedig a honvédségnek az utánpótlására. Megvan az eredeti Levente zászló, megvan a fapuska is hozzájuk, amivel gyakoroltak, ugyanúgy vigyázva kellett nekem, ugyanolyan
honvédségi mozdulatokat kellett nekik tenni, azaz kiképzést, és ezeknél az embereknél, itt a Tóth Józsi bácsiról beszélek most, őnek is levente oktató képzései voltak. Hát, hogyha megemlítenék egy bói fűrészt, az szintén levente oktató volt. Volt nekik rendes kiképzési könyvük, mindenféle olyan mozzanat, amit tudni kellett, a domborzattól, a térképeken keresztül olvasni kellett nekik. Mohácson tudni kell az öreg MTF pályán, az az épület 35-ben a Levente épületnek készült. Most lesz tatarozása, mert tönkrement már azóta, és ezeknek a belső MTF pálya volt, aki képzője meg a régi mozi helyén, sportpálya, amit a honvédség is használt kiképzésre, ugyanott gyakoroltak ők is. Gránátdobástól kezdve mindenféle mozzanatokat csináltak. A háború előtt a Nagy Magyarország fel volt vakolva a belvárosi fiúiskolába, ami a keresztény iskola volt, és mint szülő, Tóth József az egyik alkalomkor, amikor bejöttek a gyerekek, benn ültünk az osztályba, és bejöttek a szülők, akkor vették észre, hogy levetik a keresztet a tantáblá felől, és a Rákosi elvtársat rakták föl. Tóth József, az egyik barátom édesapja, felszólalt a szülői értekezleten, és ezért másnap már meg is hurcolták, elvették az iparengedélyét, kizárták a kioszból, a kisüpőroszok szövetségéből, és még kapott 8 hónap kis kemény munkát, mert szocialista ellenes volt a megmozdulásai. Egy helyről 17 ezer negatívot kaptam, aki egy öreg fotós volt a városunkban, Vince Józsi bácsi, aki egy szódás volt, és később ilyen elektronikus dolgokkal foglalkozott, ez volt a hobbija, és ezeknek a negatívját megkaptam, és ezekből szedek ki olyan mozzanatokat, amelyik rendkívüli érdekesség. Mindegyik kiállításomat, amit 30 éve már készítek, mindegyikre büszke vagyok, mert ezek a képek a városnak a történetét örökíti meg. Sokat lehet tanulni a Móródy Sándor által összeállított kiállítás képeiből. Egy szép kerek történelem órát lehet itt eltölteni, javasoljuk is térségünk iskoláinak ismeretbővítés céljából az ide szervezett látogatásokat. Itt ugyanis visszaköszönnek a II. Világháború előtti és utáni évek. Érdemes tehát megtekinteni a ritka és színvonalas gyűjteményt. Gering Tibor emléktornára került sor Bolyban. Az egykori kiváló pedagógusra, futballedzőre, játékvezetőre emlékeztek meg sportbarátai, mégpedig stílusosan, egymás közti focival. A Bolyi Abai sportcsarnokban újra potyogtak a gólok. Egy kiváló sportember emlékére jöttek össze a kispályás futball szerelmesei, hogy játékukkal tisztelegjenek Tibi bácsi előtt. Gering Tibort imádták egykori tanítványai és játékosai. Tanárként és edzőként is keménykezű, de igazságos mester volt, aki humorával és közvetlen kiállásával motiválni tudta a rábízott srácokat. Tavaly volt az első több csapatos emléktorna, míg idén 6 csapatos villámtornát szervezett fia, Gering Szabolcs. Nagy István is részt vesz a mai tornán, neked több kötődésed is volt Gering Tiborral kapcsolatosan. Együtt voltatok játékvezetők is, együtt voltunk sokáig játékvezetők, nagyon sokat együtt jártunk. Ő szedett rá engem, hogy ez a pályára induljak igazság szerint. Volt egy komoly sérülésem, amikor Lipon fociztam, és akkor kihagytam 7 hónapot, és őszedett, hogy jöjjek-e játékvezetőnek. Példakép volt ugye a focisták és az edzők, és egyáltalán a játékvezetők között is. Nagyon jó gyerek volt ő, nagyon jó szívű volt, segítőkész, ennyit tudok rá mondani. Futballoztatok is együtt valahol? Nem fociztunk együtt. Ilyen barátságos meccseken se? Hát nem nagyon, mert ő már játékvezető volt, még fociztam, úgyhogy én nem voltam a keze alatt.
Melyik csapattal érkeztél ma ide? A Mohácsi játékvezetőkkel jöttünk ide, elég pokiasan, de hát itt vagyunk, részvét. Részvétel a fontos. Így van. Milyen meccseitek voltak ez idei? Hát játszottunk a Babarci öreg fiúkkal, meg a Láncsoki fiatalokkal, de hát mind a kétszer kikaptunk. Van még mit javítani, ugye? Hát mondom, nagyon pokiasak vagyunk. De kicsit sántikálsz is, van valami gáz? Hát érdem elszállsz. Balt érdem, nem a legjobb, de hát most még rásérültem. Akkor már nem is lesz játék? Máma nem. Máma. Kívülről buzdítod a csapat. Így van. Jó itt lenne? Persze, mindig jó ilyen közegben részt venni itt. Jó, sok barát van, sok ismerős. És mindenki imádja a futballt. Így van, ez a legjobb. Nemrég ért véget a Boly Szederkény rangadó, egy-egy lett polgármester úr is rúgadva. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, a Boly az nekünk mindig egy olyan ellenfél, akivel szívesen játszunk, mert ők is játsszák a futballt, mint ahogy mi is. Most egy Panol benneteket, ugye, a szomszédvár szerep? Igen, ez a Szederkény Boly, ez mindig egy ilyen rangadó volt, két szomszédvár, felnőtt csapatnál és szeniornál is készülünk ezekre a meccsekre mindig, most is nagyon jó mérkőzést játszottunk. Nagyon nagy volt az iram szokatlanul így teremben, gondolom együtt van a csapat már régóta. Jó ez a kollektíva, a Szederkényi öreg fiúk, a bajnokságban is elég jól szereplünk, a Boly van pont előttünk, ők ugye az első helyezettek, mi pedig a másodikak. Szeretünk velük játszani, és nagyon egybe van a mi csapatunk is. Gerig Tiborra emlékeztek a mai nap folyamán, ismerted-e őt játékvezetőként, esetleg edzőként, labdarúgóként? Igen, számtalanszor vezetett ő nekünk mérkőzés, sőt játszottam is vele egy csapatba, meg a fiával is, úgyhogy az egész családot ismerem, és örömmel jöttünk erre a tornára. Szigorú bíró volt? Mondhatni, hogy igen. Nem lehetett neki nagyon ellent mondani, illetve visszaszólni a pályán. De nem is élik, ugye, egy játékvezető? Így van, mindig a pályán. Milyen a hangulat itt ma, Bolyban? Én úgy látom, hogy nagyon jó a hangulat, jó meccsek vannak, elég kiélezett, mert elég sok döntetlen van. Kíváncsi vagyok a végkimenetelre, még két meccsünk van vissza. Mind a kettőt be kell húznunk ahhoz, hogy versenyben maradjunk az első helyért. Szabolcs, mit kell tudni erről a tornáról, hanyadik alkalommal rendezitek, idén kivesz rajta részt? Második alkalommal rendezzük idén ezt a tornát. Ugye van egy Gerin Tibor emlékmeccs, az két külön csapat, ugye a Lipó és a Új Ifi csapat, ami már láttatok is a nézők. Ez meg egy torna olyan csapatok részére számára, akik valamilyen szinten kötöttek az édesapámhoz, ugye itt a Babarci, akik vannak a játékvezetők, ugye játékvezető is volt, a Szedelkén nagy ellenfél, ugye annak azt illik meghívni. A Bonyháviakat, azokat én hívtam, mert ott játszok most az öreg fiúkba. A Láncsókiak vannak még itt, ők is ilyen baráti alapon jöttek el. És ugye van a Bói csapat. A Bói csapatban olyanok vannak, akik valamilyen szinten ismerték az aput, és vagy játszottak a keze alatt, vagy valamilyen módon ismerték. Előző percekben deja vu érzésem volt, fújtad a meccset, és ugyanazzal az ellánnal, lelkesedéssel és keménységgel, mint ahogy azt tette egykor a édesapa. Igen, próbálok ezen az úton is hozzá felnőni, bár az NB3-as szintet, ahol ő volt partjelző, ott azt nem fogom már elérni a koromból adódóan, de igyekszek mindig igazságosan fújni. Milyen édesapa volt ő? Mennyire akarta, várta el tőled, hogy te is futballozzál és kötődjél a futballhoz? Nem várta el, ennek a, hogy én elkezdtem focizni, ennek igazából az az előzménye, hogy kimentem a pályára
focizni, még Andrós Halakosra itt bújjon, tiszta cipőbe. És a Schneider Vince volt akkor a Bói Ifinek az edzője, és nem voltak meg a játékra, és áthívtak, hogy gyere öcsi, játssza, mert páratlanul vagyunk. Átmentem, és megtetszett neki, hogy rengeteget tudtam futni, ugye szabályokat meg ilyesmit nem nagyon tudtam még. Olyan szíved van neked is, mint neki, ugye? Igen, igen, és akkor így egy-két hét alatt lett igazolásom, és így kezdtem én el focizni. Aztán ugye akkor az Ifinél váltás történt, és így kerültem akkor először az apu keze alá, mint focista. Mennyire volt ő megszállottja a futballnak? Nagyon szerette. Nagyon szerette. Általában a hétvégéit, a 52 hétvégéből. Nyáron volt egy 3-4-5 hét, amikor nem volt semmilyen egy program azon kívül. Méltó emlék számára ez a torna? Én úgy gondolom, hogy igen. Mindenki első hívószóra jött, nem mondta senki, hogy jaj, nincs kedvem. Végül is tavaly 4 csapat, 5 csapat volt, idén már 60. Úgyhogy... Nagyon élvezné ő, hogyha élne, hogyha itt lehetne ezen a tornán? Biztos, hogy élvezné. Gondolom, hogy akkor ő vezetne a mérkőzést, akkor másképp hívnánk a tornát, nem Gerinc Tibor emléktorna. Milyen a szájíze az itt lévőknek, mennyire érzette is, hogy tényleg nagyon jó feeling és hangulat alakult ki itt az elmúlt 1-2 órán? Szerintem mindenki jól érzi magát. Sportszerek a mérkőzések. Itt az előbb kiállítottam egy srácot, de az csak azért volt, mert csapattársai megkértek, hogy állítsam ki a poén kedvéért, tehát csak ezért volt, de semmi ilyesmi. Szerintem mindenki jól érzi magát. Jövőre lesz a folytatás? Így van, tervezem. Minden év januárjában, első vagy második hétvégén akkor tervezünk egy ilyen tornát. Az emléktornát sziporkázó mérkőzések után végül a Babarc nyerte a második Szederkény előtt. A résztvevő csapatok mindent megtettek a siker érdekében, de ezen a napon a Babarciak voltak a legegységesebbek és legmotiváltabbak. Harmadik a Boly lett, még negyedik a Láncsok, ötödik a Bonyhád, és hatodik helyen a játékvezetők végeztek. A fiúk a meccsek előtt és után is jókat beszélgettek a múlt sikereiről, a mesterről, a tanárúról, akiről jó szívvel emlékeztek meg. Hogy ez a Boly csarnokban többször is elhangzott, Gerinc Tibor előtt tisztelegve, jövőre is eljönnek a fiúk, és fociznak egy nagyot. Szederkényben sokan szeretik a focit. Az elmúlt években szép sikereket ért el a helyi futballcsapat, több alkalommal végeztek dobogós helyen. Most azonban egy kevésbé sikeres ősz után elkezdődött a téli felkészülés. Megkezdte téli felkészülését a Szederkényi SM egyes gárdája. Az ősz végén 9. helyen végzett csapat előrébb szeretne araszolni a tabellán. Épp ezért hamarabb kezdték az edzéseket, sőt hamarosan téli műfüves tornán is részt fognak venni. A keret változásairól és az elvárásokról faggattuk Lőrinc Antal mestert. Nagyon örülünk, hogy végre el tudjuk kezdeni a munkát, és ugye elkészült a gyönyörű kis műfüves pályánk, úgyhogy most használjuk is. Speciálisan készültek is ezzel valamire, hiszen téli műfűes pályás bajnokság indul hamarosan. Gyakorlatilag ez egy kicsit rá is edzi a fiatalokat. Mi szeretünk kint, a tavalyi években, amikor nem volt ez a kis pályánk, akkor a teremben edzettünk itt, ugye az teljesen más borítás volt, meg egy kicsit azért olyan futballidegen környezet volt, annak ellenére, hogy tudtunk technikai dolgokat csinálni, de azért ez mégis jobban hasonlít a futball körülményekhez. Egy picit kisebb, mint egy nagy pálya, de mi szeretjük ezt, úgyhogy jó kis dühöngő lehet itt szépen edzeni. És igen, beneveztünk a nagypályás műfüvesre, minden évben hagyományosan benevezünk, tavaly megnyertük, úgyhogy a célok azok változatlanok, ugyanúgy szeretnénk szerepelni, mint tavaly. Van-e változás a keretben, jövő és menő játékosokról be tudsz a számunkra számolni? Vannak változások, ugye a Zsebe Dávid és a Zsebe Gábor elmentek tőlünk télen, ők a Bolyban fogják folytatni, ha jól tudom, a pályafutásukat, és ezúton is sok sikert kívánunk nekik. És egy játékost igazoltunk, a kis Istil, aki tavaly nálunk játszott már, ugye nyáron elment tőlünk egyetemre, és úgy hozta az élet, hogy átkérte magát Pécsre, és egyenes útja vezetett hozzánk, úgyhogy tártkarokkal vártuk. És végülis a Bálint Ádám is igazolásnak számít, hiszen ő kihagyta a tavalyi évet majdnem teljesen egy keresztalag szakadás miatt, és most már ugye velünk készül rendesen. És ő egy nagy erősítése a csapatnak. Ilyen szempontból. Még elevenen él bennem az interjú, amit a nyáron készítettünk, akkor vágtatok neki a felkészülésnek, és elmondtad, hogy fiatal lesz a csapat. Arra kell számítani a szurkolóknak is, hogy idő kell ennek a társaságnak. Mennyi még?
Az idő, igen, hát az mindig egy ilyen fontos tényező, mikor egy csapat épül, vagy fiatal játékosokat kell beépíteni. Türelem persze mindig van. Én azért próbálom ezt az időintervallumot lecsökkenteni, meg lecsipegetni, hiszen azért ősszel már bele-bele kóstolgattak ugye a felnőtt futballban, tehát tavasszal már sokkal jobb teljesítményt várok tőlük, de ez a folyamat ez nem fog megállni, mert természetesen szeretnénk azt, hogy a szederkényi csapatnak olyan alapjátékosai váljanak ezekből a játékosokból, akik az hosszú távon megoldják itt a futballt. Karakteres futballt játszik a szederkény, mondhatni, vannak-e stílusjegyei? A stílusjegyeket, hát most nagy szavakat használhatnék, hogy igen, vannak, de azért itt ősszel voltak problémáink ugye sérülések miatt, és mindenféle külső és belső problémáink is adottak. Nem azt a játékot tudtuk játszani, amit szerettem volna, vagy amit teszem, azt a közönség is elvárta volna tőlünk ugye az elmúlt pár év tapasztalatai szerint, de nem szeretnénk feladni az elveinket, és nem szeretnénk feladni azt a fajta minőséget, amit azért ez a csapat képvisel, és folyamatosan arra törekszünk, hogy ez a játék visszajön. Ugye ez eredményekben nem mutatkozott meg az őszi szezonban, hiszen a csapat 9., de az elvárásokat is lejjebb tettük ugye a tavalyi évben, pont azok a dolgok miatt, amikről beszéltünk már. Tehát mi szeretnénk első 6-ba kerülni év végén, és a fiatal játékosokat pedig megedzeni, megpallérozni a tekintetben, hogy képes legyenek itt tartósan futballozni. Rákérdeztünk korábban, és most is megteszem. Jó helyen vagy itt Szederkényben? Tehát megtaláltad itt a számításodat? Természetesen én itt nagyon szeretek dolgozni, remek körülmények között tudunk edzeni, játszani. A csapat egy nagyon-nagyon lelkes játékosokban áll, igazi kis közösséget alkot. Itt ebben a témában egy kicsit félresiklottak a történetek ősszel, de próbáltunk a téli átigazolásban olyan dolgokat végrehajtani, amikben újra visszatállunk arra az útra, amin az elmúlt pár évben jártunk. Lehet még igazolás? Tehát benne van ez a pakliban? 18-an vagyunk, nem gondolom, hogy nagyon igazolnánk még pluszba. Én nagyon bízom benne, hogy a sérülések elkerülnek minket tavasszal, és akkor végig tudunk játszani egy jó tavaszt, és minden játékosnak lesz lehetősége játszani. De még történhet bármi. Ezért még nem zártuk le az átigazolást. Vagy az Ivankó, ezt már említettük, megmozgatod egy kicsit a csapatot? Hát az első edzés, itt az első hét ugye arról szól, most pont mondtam a fiúknak, hogy NB3-as csapatok 20-án kezdik a felkészülést. Ugye mi azért az első meccsünket lejátszuk vasárnap, ugye most, ahhoz azért legalább 2 edzeni kell, de azért nagyon sokat mozogtak, mert mindenki kispályás tornákon vett részt majdnem folyamatosan, tehát nem nagyon lesz ilyen szempontból lemordásunk, úgyhogy szépen lassan azért elkezdjük a munkát, hogy a sérülések elsőben ne legyenek, és tudjunk jól játszani azért vasárnap. Mandics Tamás csapatkapitány itt kezdte a pályafutás Szederkényben, hát most már jó pár éve eltelt azóta, ugye? Hát így van, most ez a 20. évem lesz ebben a téren. Milyen itt futballozni Szederkényben? Miért jó? És miért jó ennek a csapatnak, kapitányának? Hát ugye itt is lakok Szederkényben, nagyon jó a közösség, én nagyon szeretem a srácokat. Meg hát eredményesek is vagyunk az utóbbi években már. Ebben a bajnoki idényben eddig egy 9. helyezést tudtok magatok mögött, legalábbis az ősz tekintetében. Lehet előrébb lépni? Én úgy gondolom, hogy lehet, mert az első pár helyezet előttünk, az pár pontra van, úgyhogy tavasszal be lehet őket hozni. Persze mindig jönnek és mennek játékosok, nagy ágyuk is, Hergerőder Tamás elvesztése és a két zseb elvesztése azért elég nagy vérvesztese. Hát igen, a Tana az nagy érvágás volt, én úgy gondolom, azért ő szezononként azért 20 gól fölött rugott. A két zsebe, hát ők is azért középpályáról nagyon fognak hiányozni. Mondjuk az Ádám most visszatér, meg az Isti is ugye visszajött. Biztos vagyok benne, hogy tudják pótolni őket. Tehát bizakodók vagytok a csapat részére. Igen. Milyen érzésekkel jöttök le az első edzésre? Ilyenkor azért mindig nehéz átesni a tűzkerességet. Hát igen, az első edzés az mindig nehéz lesz, de én úgy gondolom, hogy megyünk tovább, és akkor jó lesz majd a következő. Mire lehet számítani tőletek tavaszra? Hát, hogy minél több meccset meg fogunk nyerni remélhetőleg. Itt az első 6 az összejöhet? Az első 6? Szerintem igen. Én bízom benne, hogy az meg lehet. Kis István a nagy visszatérő, ha minden igaz, akkor most Balaton-Almádiból igazoltál vissza Szedébe. Igen, Balaton-Almádiban voltam az ősszel, és visszatértem a csapathoz, mert tanulmányi okok indokolták ezt a visszatérést. Jó szíve jöttél? Igen, nagyon jó szíve jöttem. Milyen ez a szederkényi csapat? Nekem elsősorban a közösség tetszik, és a közösség a közösségben van az erő, úgy gondolom, hogy itt nem egyéniségek, hanem egy csapat összetartás van,
ami miatt ez tetszik nekem. Milyen hangulata van általában az edzéseknek? Kemény itt a munka minden napon? Igen. Én úgy látom, kemény a munka, és mindenki belead mindent, ami szerintem nagyon fontos, és ez a csapat összetartó erőt ez is szimbolizálja, ez a komoly összetartás, mind az edzésen, mind az öltözőben. Te már játszottál Szederkében, hogy nagyjából a megye egyes mezőnyt ismered, van színvonal? Van, úgy látom, hogy van színvonal, és igen, komoly erőt képviselnek a csapatok. Mi a Szederkény csapat erénye? Mitől vagytok ti jók? Hogy egymásért játszunk, és küzdünk a pályán. Milyen érzésekkel jöttél az első edzésre? Nagyon vártam, nagyon sok idő volt ez a téli pihenő. Hiányzott a mozgás? Igen, hiányzott. Hiányzott meg a csapat is, de most újra belevágunk a munkába. Edző és játékosok optimistán vágtak bele a felkészülésbe. Szederkény igényes, futballszerető közönséget türelmesen várja, hogy összeálljon és ütőképes legyen csapatuk. Lőrinc Antal mester, az egykori magyar válogatott futballista kezében a marsalbot, ő lehet a garancia a mielőbbi sikerekre. Napjaink című közéleti magazinunkat látták, jövő héten ismét friss összeállításunkkal jelentkezünk, a viszontlátásra!